kazaksztáni birkózó világbajnokságon a szabadfogásúak 65 kg-os mezőnyében bronzérmes, ezzel a jövő nyári tokiói olimpiai kvótát megszerző Muszukájev Iszmáil elnöki elismerő oklevelet vehetett át Nyílvi Zoltántól, az FTC ügyvezető alelnökétől. Fantasztikus eredménynek tartom, hiszen ha figyeltünk, akkor nagyon nehéz most már érmet nyerni, nagyon nehéz oda kerülni, plusz volt egy nyomás ezen a VB-n, ez egy olimpiai kvalifikációs VB volt, tehát itt igazából két célja volt mindenkinek, megszerezni a kvótát, és ha az megvolt, akkor egy egész picit pár versenyzőnek így meg is nyugodott, vagy azt mondta, hogy jó, akkor megvan a cél. A bronzmeccsen is fantasztikus technikával, aki látta a meccseit, az egész birkózásban visszahozta azt, hogy jó volt nézni, tehát tévén keresztül is jó volt nézni. A birkózás néha, legyünk őszinték, néha tud egy picit unalmas lenni, de az ő birkózása fantasztikus látvány is. Nagyon büszkék vagyunk, nagyon örülünk, hogy minket választott, és szeretnék arra reagálni egy-két szóban, hogy egy-két helyről vagy egy-két sajtótermékből elhangzott, hogy miért kellett honosítani. Ebben a súlycsoportban Magyarországon mindenkinek nyitott a lehetőség, hogy őt megverje. Ebben a súlycsoportban sajnos Magyarországon nincs olyan erős birkózó, aki elérte volna az olimpiai kvótát és érmet szerzett volna az országnak. Ez a fiú becsületesen edz, becsületesen készül. Azt gondolom, hogy mind ő, mind az országunk, mind a hazánk, mind a Ferencváros ebben a házassággal jól járt, hiszen nem csak érmet szerzett hazájának és klubunknak, hanem olimpiai részvételt, egy olimpiai helyet is megszerzett, ami nagyon-nagyon nehéz, aki ismeri az olimpiai kvalifikációs rendszereket, minden sportágra értem ezt, szinte nehezebb kijutni, mint ott jó eredményt elérni, mert most már nagyon szűk az a sportoló réteg, aki el tud jutni egy olimpiára.